eléggé szoros mérkőzés játszottak a tavalyi második csapat ellen. Igen, hála Istennek újon csapatként sikerült valami olyasmit csinálnunk, hogy elhittük egyrészt azt, hogy nyerni is tudunk, akár hogy oda is tudunk kérni, kicsit későn, de jó mérkőzésen veszítettük el ezt. Tehát én úgy gondolom, hogy ha még egy másfél percet játszunk, akkor ezt a mérkőzést akár meg is tudtuk volna fordítani. A mérkőzésen is lehetett látni, hogy nem fizikálisan vannak problémáink, hanem egy összeszokatlan csapat. Egy olyan millióbe kerültünk bele, az NB2-be, ahol már az ütközések, a testtesteleni küzdelmekben teljesen más engednek meg a játékvezetők, illetve más tolerálnak, más nem néznek el. Ezt nekünk meg kell szokni, és utána úgy gondolom, hogyha ezt az egész lelkesedést tovább tudjuk vinni, akkor biztos, hogy sokkal több győzelmünk lesz, mint ami volt eddig. Kis szerencsével akár az egy pont is meg lehetett volna, gondolom ezért egy kicsit bosszus. Hát örültem volna, hogyha megvan. Szerintem igazságosabbnak is érzem most ebben a pillanatban. Lehet, hogy később azt mondom majd, hogy nem, de most jelen pillanatban úgy gondolom, hogy igen, igazságosabb lett volna. Az a második félidei teljesítményünk, amit nyújtottunk, az mindenféleképpen predesztinálta a csapatot arra, hogy most ott leessünk és egy pontot elvihessünk. Bár gratulálok az ellenfélnek ehhez a győzelemhez. Nekem ez az első meccsem volt itt a Félegyházában, mert én kettős játékengedéllyel vagyok itt az Algyőtől. Én nem velük készültem, de nem játszottunk éppenséggel jól. Elbíztuk magunkat, hogy az első fél időben közé tettünk hetet, azt hiszem. Elbíztuk magunkat és elhittük, hogy ez már zsebünkben ez a meccs, és nem, ahogy bebizonyosodott. Ilyenkor fel lehet rázni a csapatot, hiszen leült a társaság a második fél időre. Fel lehet, persze. Az edzőnek ebben nagyon nagy szerepe van. Hát sikerült is valamennyire azért, hogy már megvan a győzelem, a két pont, de azért a csapatnak a belső lelkétől is függ. Egy sokkal könnyebb győzelemre számítottam, ugye a Kunszent mérkőzés után elég jó kiadta a csapat magából az erőket, de ugye erre készültünk, hogy egy gyors, fiatal csapatból álló játékerőt képviselő ellenfelünk lesz. Mindenképpen egy könnyebb győzelemre, ugye láttuk az előző mérkőzésüket, hogy egy nagy arányú vereséget szenvedtek. Ez egy kicsit baj is volt szerintem, mert a fiúk egy kicsit elbízták magukat. A második fél időben már azt hitték, hogy meg lesz a mérkőzés. Ugye én kértem tőlük, hogy ne álljunk meg, mert ugye főhozzuk őket a játékba, akkor belelkesülnek, és ugye nagyon nehéz dolgunk lett, ez sajnos be is jött. Végére szerencsére rossz játékkal, de itthon tartottuk a két pontot. Azt játszottuk az első fél időben, amit tudtunk, szépen mentünk előre, 9-10 gólos előnyünk is megvolt már. Bemaradtunk az öltözőbe, amit mondtam is, hogy úgy érezték a gyerekek, hogy meg lehet, most már biztosan megvan, és kicsit visszább lehet lenni, de hát ez a sport az olyan, hogy ez nem, mert ugye közül egyenlő csapatok vannak, és nem akkora különbség van a játékerők között, és ahogy visszavettek azonnal, ugye szerencséjük is volt, mi rengeteg sok technikai hibával kapusuk följavult az ellenfélnek nálunk, most mind a két kapusunk egy kicsit gyöngébben védett, és ebből ezt kihasznált az ellenfél, és ránk jött, és nagyon megnehezítette a mérkőzés végére a dolgunkat. Mindenképpen a jövő hét az edzésünk ez erről fog szólni, hogy ezeket a hibákat kijavítsuk.